Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és most csütörtök este van, ami azt jelenti, hogy hamarosan jön az új event, de addig is beszereztem egy új csatát Richarlison nevében, és ezért eladtam természetesen Bruno Fernandes-t. Az előző részben rebeszgettem azt, hogy ö, talán beteszem a csapatba, de végül úgy döntöttem, hogy nem, és ö, az első változtatás pedig Richarlison lenne, és e, most e, hamar visszaállítom a csapatomnak az eredeti overratingét, mert ugye az előző videóban beraktam a cseréseket, és így pedig e, a csatárposzton lévő Markinhos-t visszatesszük a helyére, és jelenleg 121-es lenne az overratingünk, de még van egy e, rangtransfer e, áttévő feladatunk is, még pedig Gomeznek áttesszük a rangját, e, Richarlisonra, és így e, még egyet fejlesztve 20-as rangra húzzuk felőtt, ez lenne a tárv. És ezek után egy gyors statisztikai elemzést is nézünk róla, így hát e, most megadjuk neki a jól megérdemelt 20-as rangját, és e, így eléggé magas statisztikák vannak idáig is, de hogyha mindjárt pontosabban ránézünk, akkor átbeszéljük részletesebben. Annyi, hogy a skill a second striker, tehát négy szintet kell húzzak rajta. Ez belefáj szinte két millió zsetonunkba, hanem több mint két millió zsetonunkba, igen. És most pedig végre ránézhetünk Richarlisonra. Stabil 142-es, P158-as shooting, és itt vannak részletesebben is a statisztikái. Csavarni is tud, ahogy látom, nem annyira jól. Traitekben tökéletes. Igaz, egy finesse satot megnéztem volna rajta, de legalább van egy power headerje, ami nekünk tökéletes lesz, mivel egy fejelős csatárt kellett most beszereznünk. Átteszem Gapko felé, de a chemistry amúgy sem volt probléma, úgyhogy ja, és egy védekező felfogású játékost is beszereztünk Amrabat személyében, ugyebár ő a 108 as rétingű játékosok közül a legolcsóbb, és hát elég stabil kis CDM-nek tűnik. A gyorsasága az egyedüli negatív dolog, de az sem olyan vészes, mindjárt a rankáttételekkel együtt megnézzük jobban az ő statisztikáit is. Tehát Paredes-től búcsúzunk, akinél Amrabat százszor jobb kéne legyen a előnézetek alapján, de most, hogy felhúzzuk őt is 20 asra hogy ugye bár, hogyha rang transferelünk, akkor igazából ezzel semmit nem vesztünk, hogyha felhúzunk egy játékost 20 asra csak transferpontokat, és így ezzel meg is lenne a jól megérdemelt 20 neki is, és 140-150 körüli statisztikái vannak, ami azért 7 7 tökéletes lesz, és um, a Pace a 127-es, ami elfogadható, 150-es defending így átlagban, és hát um, jó tűnik jó a work is, egyedüli dolog az, hogy nincsenek trade de én azt mondom, hogy próbáljuk ki őket élesben, és menjünk egy head-to-head -head meccset is. Jelenleg így állnénk 874 ezer kupán, ami azt jelenti, hogy néhány meccs múlva már a Legendary egyes divízióban tudjuk találni magunkat. Vittem néhány mérkőzést a karácsonyi időszakban, és rendre tudtam a jó eredményeket hozni. Itt már kemény ellenfelek is vannak, és hát most egy 840 ezer kupás ellen játszunk. Papíron nekünk van az erősebb csapatunk, de ugyebár az ilyen predikciókra nem érdemes alapozni, amiben biztos vagyok az az, hogy nehéz mérkőzés lesz, és nagyon-nagyon koncentrálnunk kell főleg védekezésben ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést, gyorsan vessünk egy pillantást az ellenfél csapatára. Hát megtörhető védelme van, támadó játékosai se gyengék, úgyhogy kezdjük is el a középrugást. Szép a továbbítás, és ott viszont szélen elindult, ahogy látom, Volker, és Müllernek éppen csak hogy jó a labda, viszont ott van hátunknál Volker, Volker és mekkora gólcsavar! csavar. A 8. percben megszerezzük a vezetést, gyönyörű összejáték volt is. Kai Volker minden egyes dicséretet megérdene, ez a gól teljesen neki köszönhető. Itt láthassátok, hogy Müller visszateszi a labdát, és bár nem Volkernek van a legnagyobb shooting statisztikája, onnan nem hibázik, így hát neki köszönhetően 1-0 az eredmény. És szélen fogni kell az embert, mert ha nem, akkor ebből komoly problémák lehetnek. Walker most egy kicsit benézi ezt az egészet, és már nem tudom, hogy hogy nem tudta lefejelni ott Havercet. Érdekes gólt kapunk, így uh, gyorsan válaszol az ellenfél az előbbi gólunkra. No comment. És sajnos a mellett tudja továbbítani a labdát, és már meg kéne tartani ott a labdát, de hát hogy nem tudja megtartani egy ilyen erős védő, mindegy. Most tényleg nagyon ügyelnünk kell, mert éppen csak, hogy Mendi megvédettől a góltól. El se tudom képzelni, hogy már kinyosz az előbb mit csinál, de most Mount ember, hát azt a labdát. Nem baj. Megvan a labda, és ki tudtuk hozni. Mount, Müller, és ott Richarlison. Az akár meg is lehet, új van. Richarlison, ez gól kell legyen. És nem hibázzál. Richarlison megszerzi a debütáló gólját, és ezzel ismételten a vezetést is. Szép indítás volt feléje, és ügyesen le tudta kezelni, és a góllövéssel már nem volt probléma. Sóval kell megtámadjuk Rafinyát, és hát szinte meg is lett volna az a gyönyörű, hogy micsoda csácsinálatott Rafinyá. Kettő-kettő benéztük azt nagyon már aki idáig ma nincs formában, és figyelmetlenségi hiba során az ellenfél kiegyenlít. Szembe kell futni a labdával, és már megtartja. Most pedig szép támadást lehet indítani. Richarlison, de nem úgy kellett volna adni azt a labdát, na mindegy. Talán egy szögletet legalább ki tudunk harcolni. Vagy egy tacsot is, de most ott vannak az üres játékosok, hamar el kell végezni ezt a bedobást, de de végre passzú. Jó, mindegy, nyugi. És ott van Müller, még ebből lehet akár valami, csak uh, mégsem. És ott jobb szélen, vagyis bal szélen nagyon nagy a terület, uh, és puliszik, szerencsére jár, Embák, mit csinálsz? egyáltalán nem vagyunk a legfókuszálósabb napunkban, és rendre követünk el hibákat, de semmi gond, még pár támadást fel tudunk építeni, és egy gól is elég lehet ma a mérkőzés eldöntéséhez, csak ha ilyen pontatlanul játszunk, akkor nem a mi fog eldölni. Szerencsére most Marquinhos jó felé adja a labdát, de ott mit csinálunk? Húha, Uh, nem ez a teljes hitmény lesz az, amelyikre a legbüszkébb leszek. JARAMBAK! Visszatesszük középre, és ott szélen ott van a Gapko, kéne továbbítani neki a labdát, úgyis van, aztán kell érje a Gapko. Csak... Uh, és Richarlisonnak pedig -ja volt, sajnos rossz volt a beadás, olyan pozícióból nem csoda, hogy meg tudta fejelni, de most ez azt jelenti, hogy a meccslabda az ellenfélnél volt, de még volt egy utolsó előtti esélyt ad a csapatunknak. Úgyhogy em, ezzel a szabadrugással még mehetünk valamire, hogyha a bíró nem fújná le. Kettő-kettő lett a mérkőzésnek a vége. Azt mondom, hogy így kezdő mérkőzésnek teljesen tökéletes volt. Rengeteget hibáztunk, és em, hát, hogyha tényleg ebben az évben fel akarunk jutni a FIFA Championben, ez egyáltalán nem megengedett. És még egy utolsó javító mérkőzés fogunk menni, egy 115-ös overrating csapat ellen, és hát láthassátok, hogy a mi csapatunk milyen kvalitásokat képvisel, úgyhogy maximális koncentráció, ezt a mérkőzést be kell húzni. Fogjuk, fogjuk, és Marquinhos végre egy jó megmozdulása is van, és hát ott megint Richarlison úgy, mint az előbb el kéne indítani, de sajnos a labda elpattant tőle. Gapko ügyesen tartott a játékos, de most Amrabat tűnik ki, és indíthatunk egy kontrát Richarlison felé, és ez tökéletes lehet, hogyha visszahúzzuk, mit csinál a kapus, az be kell lőni, Mason Mount pedig megszerzi a vezetést, a kapus szerencsére kihozta az ellenfelünk, azt gondolván, hogy direkt támadunk a kapussal szembe, de mi okosan visszahúztuk, és Richarlison gólpaszt adott, meg Mount megszerezte a vezetőgólt. Vlahovics meg továbbítsa a labdát Rábiótnak, Volker azért Rábiótnál sokkal gyorsabb kéne legyen, de ezt sajnos a pályán nem lássuk meg így. Marquinhos pedig megint, hát megint nem fogja az emberét, hihetetlen. Egy-egy, és marquinhos egyáltalán nem vagyok megelégedve, hát megint mit csinál konkrétan a védőt, egy méterrel és hagyja fejelni. Így öm, megint problémák ütköznek fel. Van Dijk kéne szembe a labdával, de jobb, hogyha hátunk maradunk, mivel nem annyira megbízható. Marquinhos, az a labda tökéletes indítás volt Mendinek a kezében. És ez volt valószínűleg a félidő utolsó momentuma is, úgyis van. Egy-egy megint az eredmény, és hát az ellenfelünk azért elég komolyan játszik. Úgyhogy a második félidőben jobban meg kell küzdenünk a három pontért. Paredes, és ott uh, viszont megszerzik Jambarak a labdát, Mount, és ez gólhelyzet kéne legyen. Ott van Richarlison, és hát uh, sajnos adtuk a labdát, neki pedig onnan nem hibázott, ahogy láthattátok. Centiken múlott, centiken múlott, de a lényegen ez sajnos nem változtat, és ami a legfontosabb az eredményen sem. Középen ott van Amrabat. Úgyhogy mehet is egy hátulról indított támadás, Jan Barak, és ott van középen Müller, az be kell lőni egyből kapásból, ott van a gól, 2-1, és most már a vezetési pozíciónkat egyáltalán nem szabad leadni, Müller egyáltalán nem tétovázik, és ahogy jön a labda kapásból egyből a hosszúba Barakja, úgyhogy megvan a vezetés. Richarlison indul és szerencsére megkapja a labdát, csak az a baj a sebességgel nem tud befordulni. Micsoda csel! És ott van Jan Barak! És Gapko be kell önnal lője! Mi történt ott a kapu előtte, hogyha úristen? Szöglet, és innen még van egy esélyünk. Például egy Van Dyke fejessel meg tudjuk szerezni, a harmadik gót úgy is van. Virgil Van Dijk. a power header most meglátszik, és... Jó ütembe érkezett a labdára, Jól felugrott, erővel fejált a kapuba, úgyhogy azon mondom, hogy ez a gól teljesen megérdemelt volt. Utolsó percek, és megpróbálunk még egy Richarlison-intítást a végére, és hát eh, szinte összejött, na szinte összejött, de most már, hogyha volt kapunk, se lesz nagy tragédia, mivel... Mivel a bíró le is fújja a mérkőzést, úgyhogy eh, a másodjára összejött a győzelem, és... Eh, azt gondolom, hogy jóval jobban játszottunk, a statisztikák mindjárt remélhetőleg ezt a tényt fogják igazolni, és um, így is van. Jobbak voltunk labda birtoklásban, kapralövésben, mindenben, és így uh, gazdagodtunk 7000-nél. Kicsivel több kupával, és most már 883 ezer kupánál tartunk, úgyhogy. Uh, ha jól számolom, egy három mérkőzés alatt simán el lehet dönteni a Legendary 1 divízióba való feljutás. Na de azt majd csak a következő részre tartogatom. Remélem, hogy ez a videó elnyerte a tetszéseteket. Igazából két fejlesztés történt, és kipróbált kőket head to -head Majd találkozunk a következő videóba, addig is figyelzatok magatokra. Sziasztok!